Prevenciós céllal szervezett egésznapos programot a Dombovári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a rendőrséggel karöltve. A település önkormányzata fontos feladatnak tartja a fiatalság tájékoztatását minél szélesebb körben, hangsúlyozta a város alpolgármestere. Fiataljainknak az életét befolyásolhatja ez a téma, és rendkívül fontosnak tartja, hála Istennek nagyon sok szervezet, hogy erről szó legyen, és minél többet tudjanak a gyerekek és a fiatalok. Az iskolákon keresztül ment a szervezés, tehát az iskolák kaptak felhívást, és eldönthették, hogy elhozzák a diákjaikat, vagy nem. De hát nagy örömmel látszik itt, hogy teljesen telt ház van a nagy teremben. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy több mint 400 diák itt van. Volt egy képzés, amin kb. Egy tucatnyi diák részt vett, és hát nyilván, hogyha kortársaktól hallanak, akkor az hitelesebb, és ezért is van helye, meg hagyománya is annak, hogy ilyen kortársképzők is vannak, akik itt meg is szólalnak, vagy szólaltak már. A függőség az egy nagyon fontos fogalom ebben a témakörben, illetve amikor kábítószerről beszélünk, akkor abba bele kell érteni az alkoholt is, hiszen itt nem csak a klasszikus értelemben vett kábítószerekről van szó, hanem a tudatmódosító szerekről, és hát nem kell különösebben magyarázni, hogy az alkohol is ilyen, és hát a legkönnyebben hozzáférhető tudatmódosító szer. Tehát ennek nagyon fontos szerepe van ebben az előadás sorozatban is. A Kábítószer Egyeztető Fórum döntése alapján tavasszal elindult a településen a kortársképzés. A diákokat a Dombovári Rendőrkapitányság két munkatársa készítette fel, adta át számukra azt az ismeretanyagot, amivel majd társaik számára tartanak prevenciós előadásokat. Ördög Péter, a Dombovári I. és Gyula Gimnázium tanulója a nagy közönség előtt mondta el, hogy miért vállalta a feladatot a kortársképzésben. Először is kaptunk egy jelentkezést, amin azált, hogy a kortársoktatónak tudunk jelentkezni, és ott tudunk több gyerekkel foglalkozni. A legfőbb, amit megtanított nekünk, a kommunikáció és a kábítószernek a veszélyei. Ahogy a szüleim tanították, hogy a kábítószer mennyire rossz, és hogy sosem nyúljak hozzá, én is azt gondoltam, hogy ezt több gyereknek is át szeretném adni. Először is csak saját osztályunkba fogunk előadni, majd utána a több osztálynál, és majd másik iskolákban is. Az egész napos programsorozat dr. Szemejátsz János pszichiáter, pszichoterapeuta közel egy órás előadásával indult, aki döbbenetes statisztikai adatok mentén beszélt a függőségről, a döntésről és a hibázás lehetőségéről. Nem annyira a kábítószerekről akartam beszélni, inkább ennek a hátteréről, illetve ketté választottam, azt mondtam, van egy rész, amikor ők használnak, és ezzel vannak problémák, és van egy rész, amikor pedig ő egy olyan családban él, ahol van szenvedélybetegség, ahol vannak olyan diszfunkciók, amik meg is ágyaznak akár annak, hogy ő belecsúszson egy szerhasználatba. Felidéztem a régi dombovári emlékeimet, én ide jártam akkor még Gőgös Ignác gimnáziumba, és álltam már ezen a színpadon, amikor elfelejtettem a verset, amit a ünnepi műsoron kellett volna elmondanom, és aztán tulajdonképpen így egy kicsit elkezdtem beszélni nekik arról, hogy mi van a hibázással, lehet-e hibázni, lehet-e korrigálni, mennyire kell kétségbe esni. A végén meg egy ilyen kis irodalmi felolvasásra zártam, amiben ugyanígy benne van a kilátástalan helyzetnek valamilyen nagyon szép példamutató megoldása. De nagyon fontosnak gondolom azokat a diszfunkcionális családokat, ahol van egyébként bántalmazás, és a bántalmazás alatt már nem csak a verbális, fizikai vagy szexuális bántalmazást értjük, hanem például az elhanyagolást, azt, hogy a családban tulajdonképpen egy nagyon zárt, merev rendszer van, amiben nem kimondhatók a dolgok, a család lezárja magát a külvilágtól, nem fér hozzájuk segítség, és a gyerekek ott nevelkednek, arra mennek az, hogy nem tudják, hogy a szülő éppen milyen kedvében van, nem tudják, hogy éppen intoxikált-e vagy nem, és nem tanulja meg egyébként jól értékelni magát, önértékelés alacsony lesz, hangulati, főleg depresszív változások lesznek rá jellemzőek, akár lehetséges megoldásnak látja az öngyilkosságot, vagy akár megtalálja az alkoholt, a drogokat, a gyógyszereket, és azt gondolja, hogy hát egy akkora nyomorban van, hogy ő jogosultá vált arra, hogy ezeket használja. Tehát azt gondolom, hogy erről tudnánk többet beszélni, hogyha ez téma lehetne a lakosság körében, hogyha az iskolákban, a szabadidős intézményekben valahogy erre így jobban lehetne figyelni, akkor úgy gondolom, hogy kevesebb gyerek kerülne bajba.
A nap folyamán több előadás, workshop várta a diákokat, többek között a megbocsátás, stresszoldás, időbeosztás témakörökben is, valamint a rendőrség által kiírt, szertelenül pályázat eredményhirdetésére is sor került a rendezvény alkalmával. A mai a kábítószer ellenes világnap előrehozott rendezvénysorozata elsősorban, sőt tulajdonképpen kizárólag a diákokat, illetve a fiatalokat céloztuk meg. Ezzel a nappal is, illetve a pályázattal is, az ő igényeknek megfelelően is írtuk ki a pályázatot. Ennek ellenére nagyon nagy öröm számomra, hogy nem csak fiatalok és nem csak diákok adtak be pályaműveket, hanem a helyi idős közösségekből is érkeztek olyan munkák, amiket díjazni tudtunk. Külön köszönöm a Dombóvári Önkormányzatnak azt a felajánlást, illetve a nem olyan régen megalakult kábítószerügyi egyeztető fórumnak, amivel ezeket a gyerekeket, illetve ezeket az időseket a mai napon díjazni tudjuk. Elsősorban a kábítószer, illetve egyéb olyan függőségek megjelenítésére, ábrázolására tértünk ki, amik a mindennapjainkat meghatározzák, és sajnos belejárói. A diákok nagy érdeklődést mutattak a nap folyamán, és nem szégyelték feltenni kérdéseiket sem, amelyekre szakértőktől kapták meg a válaszokat.